Már a negyedik pontfogó csepelkupát rendezték meg Sárospatakon egy helyi üzlet támogatásával. A Bodrogmenti Sporthorgász Egyesület által kezelt Csepeltavon ideális körülményeket tapasztalhatnak a horgászok, hiszen mind a környezet, mind pedig a halállomány folyamatos felügyelet alatt áll. A verseny szerda kora reggel kezdődött, 100 órásra írták ki a szervezők. Múlt héten hétfőn lett betelepítve, és frissítve az állomány, azóta le volt zárva, most a verseny idejéről lett megnyitva, tehát halak benne vannak. Fél 8-tól volt most reggel az etetés, 8-tól kezdődött el a verseny. Per pillanat még kapás, még úgy tudom senkinek se volt, de ami késik, az nem múlik. Szerencsés, úgy mondom, hogy jó helyet húztunk, szerintem. Bár a tavon nagy különbség nincs, de azért ez az egyik favorit helynek számít, ahol mi vagyunk itt az egyes pályán. A szektorokat, vagyis a csapatok horgász helyeit már a kora reggeli órákban kisorsolták. A térségben több verseny is van a nyári időszakban, talán ennek köszönhető, hogy még korábban 14 csapat is versengett a tavon, most heten mérik össze tudásukat. Mondhatom, hogy az egyesületnek talán a legnagyobb verseny a pergető versenyen kívül. Jelen per pillanatban 7 csapat versenyzik, és a halfaj, amire horgászunk, az Pontja és Amur. Milyen szabályok vonatkoznak, hogyan zajlik? Hát gyakorlatilag csak fenekező módszerrel lehet horgászni. Idézőjelben úgynevezett bojlis módszerrel, hajszál előkével horgászunk. Maggal, bojlival és pelettel horgászunk, csak tehát élőcsöli kizárva. A 7 csapat többsége helyi, de Sátoralja Újhely és Berecki is képviselteti magát a vasárnap délutánig tartó 100 órás pontfogó csepelkupán.